mire a falunk. Kifejezetten olyan kirikáló. Igen. Tehát, hogy nem jön át. Tehát, mint hogyha azt mondod, hogy most jól akarom mondani. Mert a Sanyika az cukja. Kuli nem, meg ha csak guri-guri. Meg a Tanika Pilinszki nyafogásában is van egy ilyen. Igen, valami tartalom, és viszont olyan, mint hogyha el akarnak mondani, hogy én jól mondjam el. Jaj, borzasztó, igen. Pedellum. De lehet, hogy rossz. Nem, hát sajnos szerintem, igen. Hát csak késejből van már felvétel, ugye, mert ő fiatal volt, akkor sem volt. Még Edison bácsi valahol tekerte. Ez is úgy. Na jó. No. Vagyok esetleg. Éles együtt. Az Ürgével kapcsolatban az ihletettségi fázis az, hogy néz ki, tehát mennyire kellett neked sokat utána nézni a Ürge tulajdonságokkal kapcsolatban? Hát szerencsére, akik az Ürge évet szervezték, azok az Ürgék nagyon lelkiismeretesek és aranyosak voltak, és egy csomó információt kaptam az Ürgével kapcsolatosan, illetve volt egy ilyen alvó fázis az én Ürgével kapcsolatos ihletődésemnek, mert olyan 40 évig nekem az Ürge kimerült az Arany Laciban, ahol ugye az egy szegény kis Ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az Inge is átázott, és így tovább. Ami hát pont egy olyan korszaka volt, mondjuk azt hiszem az Ürge társadalomnak, amikor nyakló nélkül írtották az Ürgét, tehát hogy a népi irodalomban csak az Ürge öltésről lehetett olvasni, mint Ürgével kapcsolatos bármiről. És aztán hát amikor védelem alá kerül, ráfókuszál a természetvédelem, akkor ugye fordul egyet nyilván irodalmilag is az Ürge a sírjába. Na ugye itt van itt egy plusz info, mert hát nagyon sok plusz info van, tehát azért amikor felkérnek egy versírásra, azért itt fontos a valóság, hiszen itt ez egy oktatási anyag is tulajdonképpen, ez mennyire volt neked szempont? Hát mindenképpen, hogyha tehát nem szabad összekeverni a kreativitást az ész nélkül való magdalkozással. Tehát, hogyha felkérnek egy kvázi alkalmi versírására, akkor valamilyen módon, tehát ennek kell lenni a konkrétumoknak. Másrészt pedig én arra törekedtem, hogy azt próbáltam megvalósítani, hogy ennek ellenére élvezhető, szerethető, agyeldobós vers legyen, tehát pont annyira, amennyire ezek között a keretek között lehet virtuózan táncolni, vagy valami sajátos, valami rám jellemző talán. Viszont hát innen nyilván, hogyha valaki mondjuk az én nevemmel, vagy bárki más, mert hál' Istennek nagyon sok Ürge költet, egyre szaporodik az Ürge költők száma, de egy kicsit védelem alatt fognak állni. És tehát nyilván mindenki egy picit szeretné magát is belecsempészni, mert ha egyszer már ott van a neve, akkor hát gondolom, hogy az olvasók is azt várják, hogy ne egy ilyen tárad, valamiféle rímekbe szedett maszlag legyen, hanem kicsit a mi világunkba is bele lehessen kacsítani ezen keresztül. És hát médiás, nem hülyeményes kérdőbe azért szerintem most fontos volt a célközönség, ugye? Tehát, hogy gyerekek, vagy az a humor, ezt tudjuk, hogy jelen van a múlt is nálad, a szövegben, de hogy azért itt ez fontos volt, és kicsi az, akiket meg kell fogni, mert itt a gyűjtsek majd mobillal csinálhatnak, és itt a hát próbáltam egy kicsit kortalannább ez a 0-tól 99 éves, van egy olyan könyvem, aminek az az alcíme, hogy gyerekes felnőtteknek és felnőttes gyerekeknek. Tehát próbáltam ezt a dolgot belőni, de hát persze, hogy kinek jön be jobban, mikor, hogy én nem mindig szeretem nagyon leszűkíteni ezt a korosztályt, a kiadók meg a kritikusok imádják azt, hogy 13 és fél éves kortól 14,1 éves korig, de azért ritkán ennyire steril egy vers, tehát az Arany Lacinak című vers például, ami gyerekek kedvence, meg nagymamák kedvence, meg mindenkinek a kedvence, egyáltalán nem gyerekközönségnek írt a Petőfi, lévén, hogy akkoriban azért elég elenyésző volt az a gyerekközönség, aki egyáltalán olvasni tudott légyen, vagy könyv a kezébe került légyen, hogy ilyen szép reformatívan fogalmazzak. Úgyhogy én remélem, hogy egy picit sikerült itt teríteni ezt a korosztályi hálót, mert azért mindenki szeret egy picit visszagyerekedni, mondjuk egy gyűjtős vers erejéig. Visszagyerekedni. Próbálkozunk, igyekszünk, nyelv ellenáll, de nem hagyjuk. Na,